Sziasztok, Zsolt vagyok, szép jó napot kívánok, és elhoztam nektek a következő reakció videót, amiben Hun Countryból következő animációjára fogok reagálni, nem más, mint a Country Boss, a film első rész, a kezdet. Nem beszélek annyit, kezdhetjük is. A filmben látható dolgok csak a kitaláció eredménye. Ezért mindenkit arra kérünk, hogy ne vegye komolyan a történéseket, amik a filmben láthatóak. Igen, de úgy megkért, hogy narrátorkodjak minden rész elején, és köszönöm is szépen eztet, a narrátorkodhatom. Szóval most már nem csak úgy videójátékot is csináltak rólam, de már hangot is halljátok különböző videókban. Ez egy jó dal amúgy. De azért bepörgetek. Pörgetek egy kicsit bele, jó? Oké. Így kezdődik. Vá, vissza egy kicsit. Jó, a dal. Tetszik. Szóval szerintem a dal véget beremeg az egész telefonom, a kezemnél érzem a ritmusát. Igen, most már az elején letartóztatják. Ennek a ugye kis filmnek, most ennek a filmnek a fő csavarja, hogy ok nélkül vádolják Magyarországot azzal, hogy megölte Romániát, pedig nem is ő ölte meg. És akkor letartóztatják. Ja. Szóval ez egy dráma. Akciódráma. Ezt ért el. Na, pénzt. Jó kis antagonista. Most el is engedik 2 hónap után, igen. Ez nem volt egy nagy büntetés. Szóval végre. Na igen, sajnos most eléggé szomorú lesz. De senki nem hisz neki, szóval ez... Igen. Szegény Magyarország. Zárják a házából is. Az komoly. Ez komoly amúgy. Rahagyj meg, hát végül is nyilvános. Most végül is jogos, ahogy Mateo mondaná. Igen, a szülei. Anyja, apa. Nem maradhat. Még a szülők sem bíznak meg benne. Igen, ez egy szomorú hír, amikor azt hiszik, hogy te vagy a bűnös, és már a szüleid sem bíznak meg benned.
inkább egy rohadt gyilkosként kezelnek. Ez komolyabb animáció. Igen, megy a nagyszüleihez. És hol rontották a netet? Hát de sehogy nem rontották el, nem ő a bűnös, értsétek már meg! Mi a franc? Na, ez ott a legalább vidámabb. Na, ő legalább hisz. The best! Nagypapi ever! Ez jó volt? Most jön a kedvencem, a híradós rész. Kirúgták a munkahelyéről, házát. Mindenki azt hiszi, én voltam, azt senki nem fog felvenni. Na, a híradós, ez jó. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Na, gyerünk! Ezt várom! Na, gyerünk! A híradó! Itt egy kicsit pörgetek. Na most, csak pörgettem, hogy ne legyen olyan hosszú annyira az egész. Jó kis híradó! És a dél helyett Spanyolország! Kitört a mafiából, az olasz mafia, az orosz mafia ellen harcol. Mindenki legyóvatos az ütve, és ha harcot látnak. Az istét elegem van, felmondok! Szegény amúgy! Engem, hogy ilyen hülyének vagyok itt beállítva. Szerződésünk van. Az még arra se jó, hogy a seggemet kitöreljem be. Ez kemény amúgy. Na jó, ezt kivágjuk. Én foglak mindjárt kivágni. Ez egy ilyen Dávid hadnagyos beütés amúgy. A regényből. Állítsátok már le a kamerát! Na mindjárt leállítalak én, ez jó! És igen, most jön a fő rész, csatlakozik a maffiához. Csatlakozni szeretne.
Na, szóval itt vagy. Most kezdjük az alapszabályokkal. A szerződés aláírás után nincs visszaút. Azért írom, mert ugye feketén van, és nem lehet annyira kiolvasni. Oké, add a szerződést. Igen, és alá is írja, de milyen jó meg lett oldva, hogy meg is van. Gyerünk. Rendben, mostantól a család tagja vagy. Innentől kezdve nincs kiszállás, hogy különben meghalsz. Igen, ha csatlakozol, első munkád az, hogy megölt Brazíliát, nem fizette ki a tartozását. Szóval igen, ez ilyen bérrész, itt a fegyvered. Ez egy bérgyilkos rész lesz szerintem, majd. Oké, értettem, nem okozok csalódást. Ajánlom is, hogy különben nagyon megbánod. Folytatjuk. Oké. Szóval annyit szeretnék még erről mondani, mert el nem megyek, ugye vége, hogy akkor a lényeg az, hogy a következő részben, ugye, Brazíliát meg kell ölni. És akkor, hogyha nem sikerül, ha nem sikerül neki, akkor mi lesz? Akkor próbálja majd az olasz mafia megölni Magyarországot? Ez csak a kérdésem lenne Hunkántriból, szóval látni fogja ezt a videót. Na hát köszönöm, hogy elhozhattam nektek ezt a reakciót. Hát a reakcióm az, hogy egy kicsit dühös lettem a szülők véget, hogy ennyire mocskosul így bántak a fiúkkal, hogy nem hisznek neki, meg stb. Nekem ez a fő reakcióm. Hát akkor köszönöm, hogy elhoztattam nektek ezt a videót, mert közel folytatjuk, ha majd Dávid majd folytatja. Én Zsoltot addig is. Sziasztok!